már elég rövid? Na és hát az a helyzet, hogy Dóra ma egészen biztosan el fogja pakolni ezt a szegény fát, ami mindig egy ilyen vita közöttünk, szóval ő a racionális álláspontot képviseli, mégpedig az, hogy január 1-e után nincs sok létjogosultsága egy ilyen karácsony fának, mi meg a gyerekekkel nyilvánvalóan pont az ellentétes oldalon állunk, és azt mondjuk, hogy hát tavaszig ez miért nem maradhatna. Minden esetre ma egészen biztosan el fog tűnni, szóval ez volt a kompromisszumos megoldása a január közepe, de azért örülök, hogy még itt van a fa, mert itt van még valami, amit meg tudok nektek mutatni, és ami nem akármi. Karácsonyi izé. Látjátok? Ez egy ilyen kis izgőmozgó, nem tudom micsoda. Fakutyáznak a gyerekek, és közben szól a karácsonyi dal. Ez nyilvánvalóan teljesen őrjítő, amikor már 2-3 órája hallgatott, de alapvetően nagyon-nagyon aranyosak. Mentek ti is ma a dobozba. Találkozunk 2020 karácsonya környékén. Ez egy kicsit hamis. Na, térjünk rá a mai fő témánkra. És a fő témánk az tulajdonképpen a... Elnézést. Szóval a fő témánk az tulajdonképpen egy könyv, de mégsem a könyv. Szóval, kapcsolod már ki. Szóval, van egy csomó könyv. Ez a tegnapi forgatáshoz kellett, de nem ez a könyv az, amit gyerekkoromban kezdtem el forgatni, hogy tájékozottabb legyek a világ dolgait illetően. 92-es könyv. Az azt jelenti, hogy hát... mindjárt 30 éves, hanem ez a könyv, pontosabban inkább mindaz, ami ebből a könyvből következik. Ez Hans Rosling Tények című munkája, amit még nyáron olvastam el, és azóta terveztem, hogy mindazt, amit ebben a könyvben olvastam, valamilyen módon megosztom veletek, és arra gondoltam, hogy erre a legjobb alkalom 2020 eleje, amikor is az emberek hát valamiféle várakozással tekintenek az elkövetkező esztendő elé, miközben megvannak arról győződve, hogy minden egyre rosszabb lesz a világban, és nyilvánvalóan 2020 az még egy lapáttal rátesz erre, ahogy 2019 is rosszabb volt, mint 2018, és hogy bezzeg régen minden mennyivel jobb volt. És hát azóta, hogy elolvastam ezt a könyvet, tervezem, hogy leszámolok valamilyen módon ezzel a fajta előítélettel, illetve egész életemben azt gondoltam, hogy ez egy nagyon téves előítélet, viszont most egy csomó tény van a kezemben, és a mai adásban bizony azzal fogunk foglalkozni, hogy minden egyre jobb lesz. Azért egy kis zárójeles megjegyzést tegyünk, szóval nyilvánvalóan nem lesz minden egyre jobb. Például, hogyha idén köszvényes leszek, mint egy Medici, akkor köszvény szempontjából sokkal rosszabbul leszek, mint tavaly voltam, amikor még nem voltam köszvényes, mint egy Medici. De hogy a világ úgy egészében nagyon-nagyon jó irányba halad, annak ellenére, hogy vannak kisebb visszaesések, és hogy vannak folyamatosan apokaliptikus problémáink, az egészen tényszerű, és ezt néhány egyszerű példa segítségével fogjuk bebizonyítani. Első körben vegyük végig, hogy 2019 végén mennyi mindennek örülhettünk. Például Hollandia lett az első ország a világon, ahol hivatalosan is megszűntek a kóborkutyák. És nem azért szűntek meg, mert hogy elpárologtak, hanem mert nincsenek. Peru bejelentette, hogy befejezi a pálma olaj alapú erdőirtást. Indul egy hatalmas afrikai napelem projekt, ami 90 millió embert köt majd az áramra. Mármint, hogy a háztartásukat köti az áramra, nem őket, de a lényeg az, hogy lesz elektromosságuk, és egy kicsit később látni fogjuk, hogy ez miért nagyon-nagyon fontos az egész világ szempontjából. 40%-kal csökkent 1995 óta az öngyilkosok száma, ez összesen körülbelül 4 millió élet megmentését jelenti. A hosszú szárnyú bánából nem is olyan régen alig 100 példány élt a világon, mára sikerült visszaszaporítani őket, és 25 ezer jószág úszkál mindenfelé az óceánokban, és... az ipari forradalmat elindító Egyesült Királyságnak a széndioxid kibocsátása az visszacsúszott tavaly az 1980-as szintre? Nem. Az 1888-as szintre. Több mint 100 éve, most már ez körülbelül inkább 130 éve nem volt olyan alacsony az Egyesült Királyságnak a széndioxid kibocsátása, mint amilyen ma, és ez egy ilyen nyilván nagyon hosszan tartó csökkenésnek az eredménye, viszont remekül rávilágít arra, hogy az erőfeszítéseink azok nem hiába valók, és azokat a hibákat, amiket elkövettünk a múltban, azokat igenis kijavíthatjuk, és itt az élő példa arra, hogy ez nem egy Mission Impossible, ez megtörtént a szemünk előtt. Viszont nézzünk egy kicsit ilyen átfogóbb képet, mert mondhatjuk azt, hogy oké, az Egyesült Királyságban minden rendben van, meg a bánák is szépen szaporodnak az óceánokban,
hogy nézhet az ki. De közben a világ egész azért a végpusztulás felé halad, és most bebizonyítom, hogy mennyire durván nem haladunk a végpusztulás felé. Vagyis haladhatunk, de hogy nem minden oldalról, meg nem minden irányból, és hogy mindent ki tudunk javítani. És ezt az állítást ebben a kényelmes kis karosszékben fogom bizonyítani, mint egy ilyen jóságos nagypapa. Mindenkit utálok, mert antiszociális vagyok. Igen. Egy kicsit. Horváth Heli. Csaba, magyarorsi Csaba. De jó, 3 éve nézlek. Jó. Bármihez belekezdenék az életbe, mindenhez van bátorságom. De néz, milyen jól. Ehhez, hogy vlogoljak, ehhez bátor, olyan kemény bátorság kell. Ezt is csak el kell kezdeni, nem kell nagyon bátornak lenni, csak nem. Bele kell vágni, és aztán jön magától. Igen, de ezt te adod ki magadból, érted? Örülök, hogy találkoztunk még egyszer. Szia, minden jót. Kellemes. Köszönöm neked is, hello! Jaj, de jók ezek a találkozások az utcán. Az ember nem is gondolná, hogy amikor itt télen a hidegben bászkál, ennyi emberi melegséggel is lehet találkozni. Tudtam? Szóval Hans Rosling egy svéd orvos, kutató és akadémikus, aki észrevette, hogy akár merre járkál a világban, megkérdezi az embereket arról, hogy szerintük milyen irányba mennek a dolgok, és hogy borzasztó rossz eredmény jött ki. Szóval megkérdezett politikusokat, átlagembereket, Nobel-díjasokat, mindenféle közösséget, és a helyzet az, hogy rosszabbul tippeltek, mint egy csapat majom. Egy csapat majom ugyanis véletlenszerűen tippelget, ami azt jelenti, hogy ha van 5 választási lehetőség, akkor 20%-os eséllyel fogják megválasztani a megfelelőt, az embereket viszont az előítéleteik vezetik, és ezek elterelik őket a megfelelő választól. És hát beszéljünk egy kicsit most arról, hogy milyen félelmeink vannak. Ugye a világ az egyre rosszabb, egyre zűrösebb hely, egyre több konfliktus van a világban, egyre több gyermek születik, akik fel fogják zabálni az egész bolygót. Az 1800-as években a világ lakosságának még a 85%-a számított extrém szegénynek, ehhez képest 2017-ben már csak 9% volt az extrém szegény, ami egy hihetetlen fejlődés, és ebből következik az összes többi megállapítás. Mégpedig az, hogy hogyan nőtt a várható élettartam, ami mondom, az 1800-as években 31 év volt. 2017-re ez a mutató 72 évre nőtt. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos ember az több mint kétszer annyi ideig él, mint 200 évvel ezelőtt. És akkor itt van a következő mutató, ami leginkább meghatározó abból a szempontból, hogy egyre tovább élünk, és ez a gyermekhalálozás, ami az 1800-as években még 44% volt, ez azt jelentette, hogy született 10 gyerek, és abból 4,4 meghalt. 100-ból 440, 44. Na most ez a 44%, ez 2016-ra 4%-ra csökkent, ami egy döbbenetes eredmény. Látszik, hogy az orvostudomány hatalmas áttöréseket ért el, hogy mennyire jók azok az oltások, amiket beadunk a gyerekeknek, akik nem halnak bele olyan betegségekbe, amikbe. És, hogyha összerakjuk mindezt, hogy hogyan csökken a súlyos szegénység, hogyan nő a várható élettartam azzal összefüggésben, hogy hogyan marad életben egyre több gyermek, akkor már el is jutunk a következő mutatóhoz, ami az egy főre jutó gyerekek száma. Régen ugyanis azért volt nagyon-nagyon sok gyereke az embereknek, mert hogy azt mondták, hogy szülnek 8-at, és abból, hogyha 4 életben marad, akkor annak már lehet örülni. És akkor mondok egy számot is. 1965-ben egy nő átlagosan 5 gyermeket szült. Mi lehet ez a szám 2017-ben? Nem Magyarországon, hanem az egész világon beleértve az ilyen milliárd fölötti Kínát, a milliárd fölötti Indiát és Afrikát. Szóval ez a szám 2,5. Egy nő átlagosan 2,5 gyermeket szül, ami azt jelenti, hogy még mindig növekszik az emberiség létszáma, de már csak nagyon-nagyon lassan. És azt is meg lehet nézni, hogy kultúrától, vallástól függetlenül mindenhol pontosan ugyanaz következik be. Ahol gazdagabbak lesznek az emberek, legyenek azok keresztények, vagy muszlimok, vagy buddhisták, elkezd csökkenni a születés szám, és akár az ilyen muszlim társadalmakban is, amik gazdagokká váltak, meg lehet figyelni ezt a mutatót, hogy beesik 2 környékére, vagy 2 alá, és hát nyilván azokban az afrikai országokban, ahol viszont óriási a szegénység, annak ellenére rendkívül sok gyermek születik, hogy sok közülük keresztény ország. Változik minden kb. Jó irányba, és az a helyzet, hogy látszólag az emberiség elkezdi kijavítani azokat a hibákat, amiket elkövetett, és én éppen ezért vagyok
nagyon-nagyon bizakodó a globális felmelegedéssel kapcsolatban is, ami továbbra is melegszik, a széndioxid kibocsátásunk továbbra is nő, viszont látszanak az erőfeszítések, látszik az, hogy nagyon sok mindenki elkezdett gondolkozni a változáson, és hogyha sokan gondolkozunk ezen, az előbb-utóbb ki fogja kényszeríteni a valódi változást is. Na, és most, hogy ezt megbeszéltük, van egy kiállítás, aminek mindjárt vége. Annyira vége, hogy azt hiszem, hogy még egy hétig van. Pedig megnyit valamikor decemberben, csak pont akkor lett vége a harmadik évadnak, és annyira örülök, hogy még nyitva sikerült elcsípnem, mert azt meg tudjuk nézni, és az hát az is apokaliptikus, az nem egy nagyon vidám kiállítás, viszont nagyon-nagyon, hogy is mondjam, olyan szürreálisan izgalmas. Gyertek! Azért jöttünk ide a Pótkulcsba, mert van egy srác, akit én személyesen még soha nem láttam, nem is találkoztunk, viszont az Instagramon követem a profilját, mert hogy baromi izgalmas, ilyen nyomasztó, szürreális figurákról készít remek képeket, és kiderült, hogy itt a Pótkulcsban van a kiállítása. Nem nagyon sok kép, de ahogy elnéztem, van körülbelül olyan 10-12, és miután én ezt még csak ilyen kijelzőnyi méretben láttam, nagyon kíváncsi voltam rájuk eredetiben is, úgyhogy ha valakit ez érdekel, akkor 21-ig eljöhet ide a Pótkulcsba, és bár csocsózni nem tud, mert hogy az üzemen kívül van, képeket tud nézni, meg inni is tud. Úgyhogy ezekkel a nagyon-nagyon izgalmas festményekkel búcsúzom tőletek mára, de tudjátok, holnap találkozunk. Sziasztok!